székesfehérvári polgárokat is remélem, hogy ösztönözni fogja arra, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt. Fehérvárra érkezik szombaton a Richter egészségváros. A Palotai kapu téren a színes családi programokon túl mintegy 30 sátorban lesznek prevenciós vizsgálatok, tanácsadások és szűrések. Az egészségváros programsorozat célja elsősorban a lakossági edukáció, a egészségtudatosság növelése, illetve a prevencióra való figyelem irányítás. Itt majd a szombati napon mikkel találkozhatnak majd a kilátogatók. Most beszéljünk akkor első körben a szűrésekről. A Richter egészségváros program elsősorban azokhoz a területekhez kapcsolódóan kínál szűréseket, amelyek a legnagyobb népegészségügyi problémát jelenti. Így például szív- és érrendszeri rizikó kapcsolódó szűrések, mérések vannak, koleszterin szintmérés, vérnyomás mérés, emellett prostata szűrésen vehetnek részt a kilátogatók. Körülbelül mennyi kilátogatóra számolnak, illetve hogyha mondjuk itt nagyon nagy embertömegekről van szó, akkor mindenki sorra kerül-e majd a szombati napon? Több ezer látogatóra számítunk, természetesen arra vagyunk fölkészülve, hogy minden kilátogatónak legyen lehetősége a szűrésen való részvételre. A szűrések mellett programokkal is várják majd a fehérváriakat, ezekről beszéljünk egy kicsit, miket hoznak majd ide Fehérvárra. A egészségváros programokon mindig a szűrések, egészségi edukációs programok mellett színes szórakoztató műsorok is várják a családokat annak érdekében, hogy minél több látogatót tudjunk kivonzani. Egy-kettőt név szerint tudunk említeni. A délelőtt során Pápai Joci koncert várja majd a látogatókat, délután lesz közös torna Katus Attilával, illetve természettudományos területen érdeklődő szülők és gyermekeik is találkozhatnak majd szórakoztató programokkal. Az egészségvárosnak az adomány részéről beszélünk még egy kicsit, ugye 10 év óta mindig az adott városban a helyi egészségügyi intézményt segítik, itt Fehérváron hogy történik majd ez az adomány? Ahogy tetszik. Minden esetben úgy történik az adományozás, hogy a Richter egy 2 millió forintos alapadományt ajánl föl a helyi egészségügyi intézmény által megjelölt célra, amit a helyi lakossága részvételével gyarapított, méghozzá úgy, hogy minél több szűrésen, minél több egészségügyi edukációs programon vesznek részt, mivel minden ilyen részvételére egy-egy adománypont jár, amit a nap végén a Richter adományponton 300 forintért vált be, ez az ennyivel növekszik minden részvétel után az alapadománynak az összege. Ezek az adománypontok gyakorlatilag reggel 9-től gyűjthetők, majd gyakorlatban hogy működik majd ez a gyűjtés? Tehát aki kimegy a szűrésekre ezekre, akkor ő hogy tudja ezeket a pontokat gyűjteni? Nagyon fontos, hogy aki kiérkezik a szűrésekre, illetve a programokra, az vegyen fel egy pontgyűjtő füzetet, ami egy csippel van ellátva, és az egyes szűréseknél a terminálokon lecsippantva ezt a kártyát fogja megkapni a pontját. Ápolási eszköz, segédeszközt, úgynevezett onkológiai kezelőszéket fogunk ezekből az adományokból majd szándékaink szerint megvásárolni. Egészség ezreknek, milliók a kórháznak, ez lesz a program jelmondata. A szervező gyógyszercég ugyanis 2 millió forintot ajánlott fel a fehérvári kórháznak, ezt az összeget a fehérváriak aktivitásukkal pedig tovább tudják növelni. Egy-egy szűrésen vagy előadáson való részvétel adománypontot ér majd a rendezvényen, a szervező vállalat pedig pontonként 300 forinttal emeli majd meg az adomány értékét, melyből a Szent György Kórház számára új kezelőszékeket vásárolnak majd. A gyógyszercég adomány alapját az önkormányzat további 2 millió forinttal támogatja. Ha közvetlen konkrét előnyét szeretném megjelölni, akkor hogy kanyarodjak vissza 2011-re, amikor az első egészségváros volt, ott az akkori adományokból a kórház, az akkori vezető megbetegedési mutatókkal bíró betegségcsoport kezeléséhez használt diagnosztikus eszközt vásárolt. Most ugye a mostani egészségváros megjelölt célja, az pedig az onkológiai gondozás kapcsán kezelőszékek, betegkomfort, ellátási körülmények, egyáltalán a betegeknek a gyógyulás, gyógyítás kapcsán nyújtani tudott kényelmüket szeretnénk ezzel javítani, úgyhogy most a megjelölt cél az onkológiai kezelőszékek megvásárlása lesz. Fontos üzenete továbbá a szombati rendezvénynek a megelőzés, mondja Csernavölgyi István, melyre mind a kórház, mind pedig az önkormányzat évek óta nagy hangsúlyt fektet.
A kórház főigazgatója szerint a szűrésekre kilátogatók száma egyre nő, azonban ez a szám tovább növelhető. A cél egy egészségtudatos generáció kinevelése. Látjuk ugye a megbetegedési mutatókat, tehát a szívérendszeri megbetegedések, az onkológiai megbetegedések, a mozgásszerű megbetegedések, ezek mind-mind olyan hatalmas betegszámot jelentenek, amit csökkentenünk kell. Azt kell elérnünk, hogy egy egészségtudatosan felnővő fiatal generáció érkezzen meg a felnőtt korba, amikor az állapotukkal már akkor foglalkoznak, mielőtt még megbetegszenek. Hiszen látjuk azt a műtőinkben, a szívkatéteres laboratóriumunkban, az agyi érkatasztrófák kapcsán, onkológiai megbetegedések kapcsán, hogy nagyon sokszor csökkenthető lett volna a baj, megelőzhető lett volna adott esetben a baj, hogyha ezekkel a bizonyos rizikófaktorokkal, mint magas vérnyomás, mint magas koleszterin szint, mint cukorbetegség, mint dohányzás, mint mozgásszegény életmód, és az a fajta őrületes pszichoszociális stressz, ami az emberekre manapság sajnos nehezedik, ezek időben korrigálják őket, akkor valószínűleg sokkal kevesebb daganatos betegünk van, valószínűleg sokkal kevesebb szívérendszeri betegünk van, és ez a bizonyos felnővő generáció, ez ha egészségtudatosan fogja élni az életét, és nem kell ilyen sportolókra gondolni, de a mennyiség, az adott pont, hogy mennyit sportol, hogy mit eszik, hogy kezeli a magas vérnyomását, odafigyele arra, mert nem fáj a koleszterin, csak éppen csendben bele lehet halni, ha hirtelen elzáródik egy ér, ezekkel foglalkozik, akkor azt gondolom, hogy egy hosszabb életet élni tudó, aktív életet élni tudó generáció fog fölnőni mögöttünk, és ez a cél, hogy ezt elérjük. Nyilván van adat, hogy betegként hány emberrel találkozik a kórház éves szinten, de mondjuk a szűrésekre ennek mekkora százaléka jár el, vagy milyen arányban van ez a két adat? Én itt pozitív észrevételt kell megfogalmazok. Úgy gondolom, hogy mivel rendszeresen veszünk részt szűrőprogramon, és látjuk a statisztikákat, egyre nagyobb tömegeket tudunk megmozgatni, de nem elég nagy tömeget tudunk megmozgatni. Tehát mindenképpen egy javuló tendenciát látok, és az a korosztály, aki már betegként megfordul nálunk, a többsége, még mielőtt megbetegedett volna, általában nem járt szűrésen. Akkor kapnak észben, amikor már megtörtént a baj. És utána már természetesen fontos lesz az a magas vérnyomás, az a magas koleszterin, sorolhatnám a végtelenségig, de addig a pontig, úgynevezett a primér prevencióig nem. És azt kell elérni, hogy még egészséges állapotukban úgy nőjenek fel a fiatalok, hogy még egészséges állapotukban ezekre a rizikókra odafigyeljenek. Az elmúlt években jól látszik, és talán fehérváriak is tapasztalják, hogy a város maga is szervez rendszeresen szűrőprogramokat. Ezt mindig visszük és utaztatjuk a város különböző város részeibe is, tehát igyekszünk közel vinni az ott élőkhöz. Aztán van egy nagy városi szűrőprogramunk, ugye a Vodafone csarnokban, ami hamarosan egyébként megrendezésre is kerül. Hab a tortán, hogy a Richter már nem első ízben elhozza a saját szűrőprogramját is. És hát a város nem csak ennek, hanem a Fejér megyei Szent György Kórháznak annak dacára, hogy nem mi vagyunk a fenntartói, hanem az állam, de egy város akkor lehet jó minőségű, hogyha egészséges emberek élnek benne, ha ezek az egészséges emberek aktívan töltik el az idejüket, tehát dolgoznak. Ebből is élünk, mint város is, hiszen a megtermelt iparűzési adóból tudunk költeni az óvodáinkra, a bölcsődeinkre, az iskoláinkra, a kultúrára. Tehát azt hiszem, hogy pont egy város életében is az a hármas egység érvényesül, ami az ember egyéni életében is, hogy a lélek, a test és a szellem közösen egészséges legyen. És én abban hiszek, hogyha a lélek egészséges, akkor a test is sokkal egészségesebb. De amennyiben ez nem így volna, akkor nagyon szerencsésen hívhatjuk segítségül a szűréseket, a prevenciót. Nem kell ettől félni. Minél korábban látunk egy pici bajt, akkor csirájában el lehet csípni nyilván a gyógyítás által. Én még azt nagyon szeretném kiemelni, hogy a mostani Richter rendezvénynek számomra nagyon kedves programpontjai vannak, ami a címében ugyan a nőket szólítja meg, mert hogy Richter a nőkért sátor, és érkezik Székesfehérvárra,
Nagyon-nagyon érdekes előadásokat hallhat majd a közönség Tari Anna Máriától, Szili Nórától, aki ugye egy ismert tévés személyiség, aki egyébként civilként pszichológus, vagy Jaksígy Katától, veszteségből talpra állni, ne szorongj, nőnek lenni a 21. században, mind-mind olyan téma, ami szerintem rettenetesen fontos, de én azért az urakat, a férfiakat is nagyon invitálnám ezekre a beszélgetésekre, mert talán sokkal inkább kell ezt a férfiaknak hallani, mint a nőknek, de minden esetre ez most egy olyan nagyon sajátos plusz hozzátett programelem még a Richter részéről, ami szerintem nagyon szükséges, nagyon zseniális és nagyon nagy segítséget tud adni mindannyiunk számára. A szombati Richter egészségváros programjai reggel 9 órakor a Merrák elleni sétával indulnak majd az országalmától. A különböző ingyenes szűrésekkel délután 5-ig várják a fehérváriakat.